Változik a társasházi törvény, ülésezett a cigány nemzetiségi önkormányzat, előzetesben a kunszentmártoni nő diabétesz világnak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 6-án 18 óra 5 perckor. Több pontjában is változik a társasházi törvény január 1-től. Az egyik új rendelkezés szerint a társasházkezelők 5 millió forintig felelhetnek saját vagyonukkal az okozott károkért. Karcagon is egyre több lakóközösség szakemberre bízza a társasházuk üzemeltetését. Ez a lakóknak kényelmes és gazdaságosabb működést eredményezhet. A társasházkezelőnek viszonylag egyszerű és egyben bonyolult is a feladata az egyszerűség miatt. Működtetnie kell azt a társasházat, amelyiknek a kezelését elvállalta. Azaz gondoskodik a közös költségek befizetéséről, beszedéséről, egyáltalán javaslatot tesz arra, hogy milyen költségnemeket, milyen mértékben, mekkora nagyságrendben szedjenek be, és ebből finanszírozza a társasház működését, a folyamatos karbantartásokat és a nagyobb felújításokat. Ennek megvan a szabályzott háttere, hogy ezt hogyan kell csinálni. Gyakorlatilag ez a feladata a társasházkezelőnek. A szakembereknek felkészültnek kell lenni, hogy jól végezzék a munkájukat. Ma az látszik, én úgy gondolom, hogy az látszik ezen a piacon, hogy egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy igen profinak kell lenni. Ma már a dokumentációs háttér az olyan, hogy ha valaki nem ért hozzá, akkor valószínű, hogy nem fogja tudni jól ledokumentálni a működést. Ezért fontos, hogy szakember legyen. Egyébként, amikor lakókról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy ők ennek a jótékony hatását kell, hogy érezzék, hogy egy profi menedzser, egy társasházat jó kapcsolatokkal, szakembergárdával gördülékenyebben tudja működtetni, mint az, aki esetleg nem szakember. A társasház kezelésben évelei léphetnek életbe a változások. Például tudunk egy olyan változást, ami egy picit nekem még sötét ló, hogy konkrétan hogy fog kiforni. A társasház kezelő akár 5 millió forintig a magánvagyonával is felelhet az általa okozott károkért. Egy társasházkezelő az követhet el vétlen hibákat, de akár követhet el szándékosan is hibát, bár szerintem a szándékos elkövetés az már valamilyen egyéb kategória, konkrétan bűncselekmény lehet. Vétlenül rengeteg hibát lehet elkövetni. Nem időben hívok szakembert, pedig tudtam arról, hogy valamilyen műszaki probléma, műszaki hiba keletkezett. Nem gondoltam, hogy annak a keletkezett hibának majd milyen következményi kárai lehetnek. Nem látszott esetleg, hogy az sokkal nagyobb problémákat fog majd okozni azért, mert időben nem kezeltük, ez a gondatlanság. Ezzel lehet károkat okozni, és ennek nagyon sokféle fajtája lehet egy társasháznál. A szakember elmondta, hogy lesznek adminisztratív változások is, amely az átláthatóságot segítik majd elő. A földhivatalnál föl fognak állítani egy olyan informatikai hátteret, ami alkalmas lesz arra, hogy a társasházkezelők oda feltöltsék az éves beszámolókat, ami meg kell, hogy majd feleljen a társasházi törvény számviteli törvény szabályozásainak. És emellett a beszámoló mellett a társasháznak gondolom, hogy valahova a tulajdoni lapjához, ehhez nem értek, ez már földhivatali dolog, bejegyzik a konkrét társasházkezelőket adataikkal együtt, tehát hogy melyik házat kikezeli. Ma ilyen nyilvántartás nincsen az állam rendelkezésére, ha áll, akkor nagyon hiányosan áll, mert talán egyetlen egy hatóság van, amiről én tudok, az az adóhivatal, ahol az adószám, társasházi adószám megléte kapcsán a társasház közül regisztrálva van, és hát a munkánkat sem biztos, hogy úgy ellenőrzik, ahogy azt esetleg lehetne szigorúbban, mert hogy például ma csak a közösség felé kell elszámolni, tehát egy társasháznak van számviteli bizottság, aki ellenőrzi az éves beszámolót, de ilyen nincsen, hogy bárhova ezt fel kellene tölteni. Soros ülést tartott a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Varga István Mici elnök vezetésével. A testület tagjai egyhangulag támogattak minden napi rendi pontot. Elfogadták a javaslatot a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 2020 évi munkatervéről. Támogatták a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kulturális programjának végrehajtásáról szóló javaslatot. A mai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása óta ez a második testületülésünk, amelyet új felállással már tudunk képviselni karcagvárosi romákat, és a mai ülésen lenne több napirendünk, ami a fő napirendünk a költségvetés
beszélgetéseknek a áthozataláról a tavalyiról, vagyis a választás előtti képviselőségből. Lesznek a negyedéves elfogadások, a összköltségvetések elfogadása és annak a felosztása. Azon belül vannak megszavazva a megszervezett rendezvényeknek a beszámolójai, például voltak gyermeknapok, nyaralások, kirándulások, egyéb ilyen rendezvényeket fogunk elfogadni, hogy azok megtörténtek, és az új tervet fogjuk beadni, ami jövőre fogunk megtartani. Ezen kívül még a napirendben vannak a ruhaosztások, meg elfogadása, bébikaják elfogadása, amiket kiosztottunk, és egyéb ilyen mi általunk megmozdult ügyek, amit együttműködési megállapodások, szomszéd nemzetiségű önkormányzatokkal, nagy önkormányzati együttműködési megállapodás elfogadása, és egyéb ilyen apró dolgok, amik várhatók. Egy-két dolgot nem tudtunk teljesíteni, hiszen az egyik napirendben terveztük a balatoni kiránduláskat, nyaralásokat, ami költségvetés miatt nem jött össze, és pályázatunk se nyert. De a mostani testületülés anyagában ismét szerepel a táborok elfogadása, mi elfogadást, a pályázat benyújtását elfogadjuk, most de bízunk benne, hogy nyerünk is. Elfogadták a javaslatot a Roma Nemzetiségi Kulturális Kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására kiírt Roma Nemz Kul 20 pályázat benyújtására, valamint véleményezték és támogatták a javaslatot a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártonváros Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötésére is, mondta el az elnök. 2020-as tervekről szeretnénk tervezni, több gyermekprogramokat szeretnénk létrehozni, főleg az egészségügyre szeretnénk kiegyezni a 2020-as programunkat, előadókat szeretnénk, orvosokat és egyéb ilyen drogmegelőzési előadásokat tervezzük a gyerekek részére, akár a felnőttek részére is. Egybehangzóan elfogadta a testület a 2019. szeptember hónapban történt bébi ital osztásról szóló beszámolót. Elfogadásra került a 2019. szeptember hónapban történt használt bútor osztásról szóló beszámoló. Elfogadásra került a 2019. szeptember-október hónapban elhunyt roma testvérek megemlékezéséről szóló beszámoló. Véleményezték és támogatták a beszámolót a kulturális egészségügyi és sportnapon való részvételről. Elfogadásra került a 2019. évi Roma Kulturális Napról szóló beszámoló. Egybehangzóan elfogadta a testület a 2019. október 26-án megtartott szakmai fórumról és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást. Elrendelték letartóztatását annak a nőnek, aki kunszentmártoni otthonukban oly módon bántalmazta gyermekét, hogy a kicsi belehalt sérüléseibe. A nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek. A szolnoki járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a nőnek, aki a megalapozott gyanú szerint 2019. november 22-én délben Kunszentmártonban egy 19 cm penge hosszúságú késsel mellkason szúrta bölcsödéskorú gyermekét, aki ennek következtében elhunyt. Az asszonnyal szemben, akit fél órával a történtek után őrizetbe vettek, a Jászenkun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt folytat nyomozást. A Jászenkun-Szolnok megyei főügyészség 2019. november 25-én kezdeményezte a letartóztatását, amit a szolnoki járásbíróság aznap egy hónapra elrendelt. A Jászenkun-Szolnok megyei főügyészség indítványt tett egy 32 éves kunszentmártoni nő letartóztatására, 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a kunszentmártoni nő 2019. november 22-én a déli órákban oly súlyos fokba bántalmazta a gyermekét, hogy a gyermek az orvosi ellátás ellenére is belehalt sérüléseibe. A bűncselekményre a törvény 10 évtől 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is rendeli. Az ügyészség indítványában a szökés elrejtőzés veszélyére, illetőleg arra hivatkozott, hogy megalapozottan feltehető az, hogy a szabadlábon hagyása esetén a nő befolyásolná a tanúkat, valamint az is, hogy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A végzés nem végleges. Az asszony védője elsődlegesen szabadlábra helyezés, másodszorban enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében fellebbezett, így a kérdésben a szolnoki törvényszék dönt majd.
A Diabetes Világnap alkalmából a Kátai Gábor Kórház Efilek irodája a Dériné Kulturális Központban tartott előadást és ingyenes méréseket. A részletekről Fárnóra Veronika irodavezetőt kérdeztük. A Diabetes Világnap alkalmából szervezett programot nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a diabetes vagy más nevén a cukorbetegség a világon leggyakrabban előforduló anyagcserebetegség. Számos szövődménnyel is jár, és a betegek életminőségét is nagyban befolyásolja. A diabetes vagy más néven cukorbetegség a világon a leggyakrabban előforduló anyagcserebetegség, mely számos szövődménnyel is jár, és a betegek részére ezáltal az életminőségét is nagyban befolyásolja. Rendezvényünkre a Karcagi járás lakosságát hívtuk meg, és várunk mindenkit sok szeretettel a rendezvényre. A programon résztvevők, az érdeklődők számára szakmai előadásokkal készültünk. Az előadásokon magáról a cukorbetegség tüneteiről, kezeléséről, szövődményeiről lesz szó, illetve még a diétáról, illetve a mozgás szerepéről is ejtünk pár szót. A rendezvény ideje alatt, az előadások ideje alatt is van lehetőség egészségi állapotfelmérés és lelki egészségvédelmen részt venni, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a cukorbetegek edukációjára is, hiszen diabetológiai szakápolónk áll rendelkezésre, aki a vércukormérők és inzulin adagolók helyes használatát fogja bemutatni. Mindezek mellett cukorbetegek részére személyre szabott étrendet is tudunk összeállítani a dietetikusunk segítségével. A cukorbetegség már a népbetegség, minden életkorban előfordul. Magyarországon közel 1 millió érintett van ebben a betegségben. A cukorbetegség eléggé elterjedt minden életkorban. Magyarországon közel 1 millió fő érintett ebben a betegségben, ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy a lakosságnak a figyelmét felhívjuk arra, hogy ez a betegség megelőzhető, illetve kezelhető lenne. Irodánk hétköznap 3:30-4 nyitva áll az érdeklődők számára, egészségi állapotfelméréssel és tanácsadással. A cukorbetegek részére betegklubot is indítunk, amelyre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, mondta Fárnóra Veronika. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!